Hát akkor üdv mindenkinek. Akkú téma lesz. Ezt nem is tudom, miért vettem a kezemben, nincs is jelentősége. Szóval a Lidl Parkside termékeknek a kínálatát gyorsan itt átfutjuk. Ugye vannak a kisebb szerszámok, amik ezt a háromcellás akkumulátort használják. Itt szemmel láthatóan ott a helye a háromcellának. Közben ezt én megpróbálom addig szétszerencsétlenkedni. Hogy mutassak egy cellát, de lehet, hogy hagyom a csába. Jó, hogy ez már szét van szedve. Jó. Új darabokra rendesen, ahogy kell. Yes! Na szóval. Ugye ezek a akkumulátorpakkok effektíve ilyen cellákból vannak összerakva, illetve hát a Parkside esetében ugye nem ezek a Samsung cellák vannak benne, amik ugye a INR 18650-25R-ek. Ezek egyébként az old is 20x40 voltos, idézőjelben 20x40 voltos családból származnak, mert egyébként nyilvánvalóan, ha 5 cellát így egybe pakolsz, sorba kapcsolva, mint itt látható, és ez a 2 amperórás pak, az nem fog kiadni névleges feszültség alapján, ugye 10-20 voltot anélkül, hogy teljesen fel ne lenne töltve, de egyébként ezeket a névleges feszültség alapján kéne, hogy összeadjuk. Most keresgélném rajta, hogy hol van a 3,7 volt, de azon nincs rajta, ellenben ott viszont látható, hogy Parkside INR valami 3,7 volt és 2000 mAh. Ezek ugye a... Ez is INR. Oké. Akkor lehet, hogy Samsung cellák vannak benne Parkside-nak át címkézve, de mindegy, majd ennek után nézek, hogy ezek a Parkside cellák honnét jönnek. Úgy emlékszem, hogy ezek kínai gyártók. Szóval a névleges kapacitás egy cellának itt 2000 mA, azaz 2 amperóra, a Samsungé ugye 2500, és itt látható ez az érték, amit ténylegesen ki is nyerhető a cellából. Tehát a Samsung cellái az Aldis pakkokban egy ilyen 50-100 mAh-val többet tudnak, mint a névérték. Tehát ilyen cellákból áll össze az összes pak, és akkor ezeknek a névleges feszültsége adandó össze a sorba kötött celláknak a... Illetve szól, hát végig is úgy kell kiszorozni, összeadhatod. Ugye 3,7, akkor lenne ugye 20 volt, hogyha 4 volt lenne, de ugye ebből lejön 5x 0,3, tehát másfél volt, valahol 18,5 volt környékén, akkor van a névleges feszültség. Tehát ez egy akármilyen más gyártónak a 18 voltos pakjával összemérhető képességű akkupak. Ugye a picibe 3 darab van, X12V, hát ugye ez is 11,1 voltra adná ki. Marketing szempontjából ugye 12 jobban hangzik, mert több, mint a többi gyártónak a dolgai. Ebből ugye a normál akkupak 3 cella sorba kötve, és 2 amperóra, a nagyobbik, a kupak, az plusz 3 cellát, ilyen téglalap formában így. Ez egy kicsit nagy, de el tudod képzelni, hogy így összepakolja a 3 cella sorba 2 párhuzamosan, tehát a kettőnek a kapacitás összeadódik, illetve az árama is. Ugye a normál 2 amperórásba 5 darab van sorba kötve, a 4 amper órásba 5 darab sorba, 2 párhuzamosan, ahogy itt látszik is. A kapacitás mellett a leadható áramnak tehát a leadható áram is dupla ezeknél a nagyobb pakkoknál, és nagyon sok szerszámnál, főleg a performance sorozatban az erőteljesebb szerszámoknál erre a 4 amperórás pakától leadható. Ez körülbelül egyébként, úgy emlékszem, hogy 20 ampert tudnak per cella. Ha sorba vannak kötve, úgy akkor nyilván az egész paknak a feszültsége szorzandó össze a teljesítményhez a feszültséggel. Feszültségszer, áram, ugye az a teljesítmény. És ugye, hogyha 2 darab cella párhuzamosan van kötve, akkor a leadható
áram ugye az dupla, tehát a teljesítmény is dupla, és nagyon sok szerszámnak többek között a pici ütvecsavarozónak az kell is, hogy ki tudja adni a maximális nyomatékát, tehát egy csomó újabb szerszámnál a 4 amperórás pakk az feltétel a teljes teljesítmény leadása. Az ugyan azt mondja, hogy működik a kettesekkel is, tényleg csak ugyan működik, tehát tud ezt azt, de a teljes teljesítményét azt a 4 amperórással fogja leadni. És mondjuk ki, hogy a Parkside Performance-nál ez ilyen feltétel, tehát ahhoz, hogy a 226 Nm nyomatik, amit egyébként esélyesen tud is, hogy jól emlékszem, a szlovák csávó letesztelte is, 210-et még megnyitotta. A nagyakúval tudja is, de hogyha kicsivel próbálod, akkor a legnagyobb teljesítménye megáll, mert leesik a akkúnak a kapocs feszültsége olyan szint alá, hogy a BMS, ami egyébként a rajta lévő elektronika, ez a Battery Management System, ez lekapcsolja a feszültséget, amíg az vissza nem tér normál értékek közé. Vegyük sorra a töltőket, amiket adnak. Ugye ez az alaphangon a normál készülékekhez járó töltő, ezen itt most nem fogjátok látni, amit mutogatok, mert a kamera szerintem ezt nem fogja tudni kivenni. Tehát ugye a felső teljes feszültség az 21,5 volt, amit tud. Ez ugye úgy alakul, ahogy az akkuk töltöttsége éppen áll, tehát hogyha le van merülve, akkor össze kell szorozni, azt hiszem 2,8 volt per cella, ugye 5-ször annyi, hát ilyen 15 volt alatt picivel, 14, akkor kapcsol le egyébként a pak, és ahogy töltődik felfel, úgy fölmegy szépen erre a 24,2-ször 21 volt ja, környékére. Tehát a lítium-ion akku kémiánál nagyon fontos, hogy nem merítsük túl, tehát a cellának a egyébként a specifikációs táblázatából ez megvan adva, bocs a száraz témáért, csak akit érdekel, akkor azért nézzük át. A lemerült állapot az ugye olyan 2,8 és 3,2 volt között van gyártótól függően, tehát van, aki így specifikálja, van, akkor úgy. Én azt szoktam számogatni, hogy 3,2-nél, hogyha saját készítési pakkot készítek, akkor annál lejjebb nem menjen, akkor kapcsolatban a BMS. Vannak ilyen programozható BMS-ek most akkor témában, de nagyon menjünk bele. A felső feszültségküszöböt pedig nem ajánlott átlépni. Tehát érdemes úgy beállítani a töltő elektronikát, hogy ezen azt a feszültséget próbálja tartani a töltés teljes folyamata alatt. Nyilván nem fogja tudni, mert az akuk, amíg nem töltődnek fel, addig alacsony a feszültsége van, tehát lehúzzák szépen a töltőnek a feszültségét is. Na most ugye ez itt az alap töltő, amit a normál zöld készülékekhez adnak, tehát mint ez a legutóbbi Black Friday és el azonos típusú fúrócsavarozó, ez 2,4 amperos. Az amper ugye az, amilyen sebességgel töltődik bele a kapacitás az aksiba. Az amperóra pedig a kapacitás, tehát hogyha mondjuk egy ilyen pakkot, egy 2 amperórás pakkot 1 amperre terhelek, egy 2 órán keresztül kell bírni azt az 1 amperes terhelést. Ha 2 amperre terhelek, akkor 1 órán keresztül, és így tovább, tehát így adódik ez az amperóra. A következő, amit a félcolos ütvecsavarozóhoz adtak, tehát ez az elektromos akkus kerék kulcs, az 3,5 amperos. Ennek van egy olyan változat, amit egyébként a performance szerszámokhoz szoktak adni. Úgy néz ki, mint ez, csak talán egy picit magasabb. Egyébként itt méretben is van némi különbség, tehát szélesebb és magasabb. A kerékkulcsnak a töltője, ez 3,5 amper. Igen, ez 3,5 amper tud, tehát ez a picivel több, mint egy óra alatt tölti fel a 4 amperórás pakkot, amit egyébként adtak a itt összerakva látható is, ez a nagyobbik, ez a kisebbik. A félszoros kerékkulcs, ezek a kisebbek járnak a zöld szerszámokhoz. Van egy 4,5-es, amit a normál performance pakkokhoz szoktak adni, ugye amik a fekete készülékek, amikhez jár. Tehát ezek a csomagok, amiket itt láttak, ez mind a töltő, meg akkor nélkül jöttek, mert nekem már vannak töltőim, meg akkor jön, és minek fizessek újra, meg újra a töltőért, meg akkor jön, amikor igazából nincs rá szükségem. Illetve van a nagy
Ja, annyit akartam még mondani, hogy a performance gépek ezért a 4-es feles töltő az föl van szerelve egy ventilátorral, és valószínűleg üzembiztosabb, mint ez, mert ez egyébként a készülékházon is érezhetően melegszik töltés közben, illetve után is érezhető. És akkor itt van a nagy töltő, dupla, ledekkel látható, hogy ledeken látható, hogy hol tart a töltési folyamat, villogással jelzi, illetve különféle színekkel is, hogyha problémáink vannak. Ez 4,5 amper tud per fészek, ami elméletileg egy óra alatt töltene fel egy 4 amper órás pakkot. Na most ez a matek így első körben nem adja ki, de mindjárt segítek, hogy hogy fogja kiadni. A töltés ugyanis ez nem 100%-os hatásfokú az akkuk esetében. Akkukémiától függően szoktunk számolni 1,1 illetve 1,5 közötti értékkel a töltés folyamán. Tehát amikor belecsattanik az a 4 amperórás kapacitás az akkuba, és ez ténylegesen eléri a felső töltési feszültségküszöböt, akkor abba azért beledolgozódott több mint 4, tehát alaphangon 4,45 6 amperóra közötti érték attól függően. Egyébként a sebességtől is függ, tehát a töltés sebességétől is függ, hogy mennyi teljesítményt fűt el a töltés közben a töltő, meg mennyi megy ki az akkuna meleg által, és így tovább. Na az a lényeg, hogy a 4,5-es töltő az közelítheti felülről az 1 órát a 4 amperórás pak esetében. A 2 amperórás paknál elméletileg fél óra. Ha nagyon sürgős, akkor használhatod ezzel 4,5-es töltővel, de hogyha ráérsz, és mit tudom én, éjszakára már befejeztél a munkád, de másnap szeretnél feltöltött akukkal dolgozni, akkor használd inkább a 2 amperórásat, mert az jobban kíméli a benne lévő cellákat, kevésbé fűti őket, kevésbé rontja az élettartamukat. Tehát igazából, hogyha van egy 2 amperes töltőd, és nem az a terved, hogy egész állónap 24 órában a készülékekkel dolgozzák, akkor ezekre, erre, meg a nagyobbik kapacitás, vagy nem úgy teljesítményt töltőre nem igazán van szükséged, mert éjszakára fölteszed az aksikat ezekre, egyre vagy kettőre, ahány szerszámod van, illetve ahány akkúd van, és megvárod, amíg másnapra feltöltődik, és ez a kímélőbbik használati módja ezeknek az aksiknak. Összegezve akkor igazából, ha ilyen gépet szeretnél, vagy ilyen termékcsalád használatán meg vásárlásán gondolkozol, akkor próbáld nézegetni az akku nélküli csomagokat, és vegyél egy vagy kettő 4 amperórásat, meg valahonnan egy töltőt, ami éppen sikerül beszerezni. 2 amperórás teljesen jó, üzembiztos, kevésbé melegszik, mint a nagyobbak, nem igazán terheli túl az aksit, hogyha pedig nagyon-nagyon nagy munkába vagy, és rengetegszer kell töltened, akkor vedd meg a dupla töltőállomást 4,5-esre, és 2-4 darab ilyen 4 amperórás aksin. No, hát ez jó száraz volt. Oké, köszönöm a figyelmet. A kérdés van, a komment szekcióba tegyétek fel. További szép napot, boldog új évet.